Bár még a vírusjárvány elleni védekezés jelenti a legfőbb beszédtémát és ad feladatokat az érintetteknek, a közművelődési szakemberek már azon dolgoznak, ha sor kerülhet a nyitásra, olyan programokat nyújtsanak, mely egy kicsit oldja a felgyülemlett feszültségeket. A Babics Kulturális Központ ilyen tájt már a Pünkösdi vagy a Mesefesztivál részleteit tisztázná békeidőben. Mindannyian tisztában kell legyünk azzal, hogy a közelgő nyitás az egy fokozatos, és azért a veszélyhelyzet problémáit figyelembe vevő nyitás lesz. Ettől függetlenül kollégáimmal most már gőzerővel dolgozunk, legalább a nyári és az őszi programokon. Sajnos a Pünkösdi Fesztivál ennek még most áldozata lesz, mivel május 23-áig még veszélyhelyzet van kihirdetve az országban, ezért még nagy rendezvények megtartására nem lesz lehetőség. De én azt gondolom, hogy a nyáron egy fokozatos nyitással lassan visszatérhet az élet. A nyári nyitás elsősorban a gyerekeket érinti majd. A Babics évtizedek óta szervez táborokat és foglalkozásokat kifejezetten az iskolás korosztály számára. Az első fecskét a szabadabb életbe ismét a nekik szervezett programok jelenthetik. Tervezünk tematikus táborokat a Babics Mihály Kulturális Központban, elsősorban ugye gyerekeknek, illetve amennyiben már szabadtéri programokat is engednek szervezni, úgy akár a Vármegyeháza udvarán, akár a Prometheus Parkban egy-egy könnyedebb nyári koncerttel, szabadtéri mozivetítéssel próbáljuk szépen lassan az emberekbe visszacsalogatni a jó kedvet és a közösség érzését. Az egyik sarokpont Szekszárdváros társadalmi életében a Szüreti Fesztivál megrendezése. Legyen-e, és ha igen, milyen típusú? Kell-e tömegrendezvényt szervezni a pandémiás időben, vagy át kell alakítani a Szüretet az eddigi több tízezes látogatói létszámot befogadó programsorozatból egy kisebbé? Legyen-e egyáltalán Szüreti napok? Ezek a kérdések foglalkoztatták tavaly és idén is a döntéshozókat. A kép kialakulóban van, az idei évet tekintve. Gőzerővel dolgozunk a Szüreti napoknak a programján is, ami azért szintén egy picit más lesz még, mint a korábbi években megszokott nagy program, de több helyszínen a közönséget egy picikét jobban elkülönítve egymástól tematikus programokkal is készülünk, hogy azért az a program már egy kicsit a régi arcát adja vissza a városnak. Én azt gondolom, hogy az a jellegű több tízezres és egy-egy nagyobb térre, akár a Béla Király térre, akár itt a négysávoson meglévő nagy színpad köré tömörülő tömeges rendezvényre még nem szabad idén számítanunk. Én azt gondolom, hogy ezeket a programokat kell több helyszínre, életkor, érdeklődés alapján is egy picikét elkülönülten kezelni, tehát aki esetleg a jazz vagy a rockzene iránt érdeklődik, az is ugyanúgy megtalálja a számítását, mint aki a népzene és esetleg a hagyományos művészetek iránt érdeklődik. Ha mindenki megtalálhatja ott a számítását, mindenki kimazsolázhatja, kiszemezgetheti ebből a program sorozatból, hogy hova szeretne menni barátaival, rokonaival, családjával, akkor azt gondolom ez is fog egyfajta vérettséget adni, hogy nem kell itt sok ezer embernek egy központi helyen tömörülnie. Próbáljuk visszacsalogatni azokat a közösségeket is, akik még vissza tudnak emlékezni korábban akár egy hári kupára, akár egy olyan jellegű rendezvényre, ahol helyi akár vállalkozások, vagy iskolák, vagy különböző csoportok egy picit játékos módon egymással összemérhették az erejüket, a szekszárdi bor és szőlőművelés hagyományait ezzel felelveníteni, vagy megismertetni a fiatalokkal. Azt gondolom, ezek a közösségi jellegű építő programok nagyon fognak hiányozni, most is nagyon hiányoznak már a város lakóinak, tehát elsősorban a helyiekre kívánjuk az idei évet szervezni. Én úgy gondolom, megérdemlik a szekszárdiak, hogy visszakaphassák a kedves rendezvényüket, a fesztivál programot, de ahogy említettem, ezt egy kicsit jobban, még védett formában, és a helyi közösségekre támaszkodva szeretnénk idén megrendezni.